Hajdon Nórával folytatjuk az Együtt második kerületi önkormányzati képviselőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen az önkormányzati élet? Megszokta már? Remek, igen. Kezdem belakni, azt gondolom. És olyan, amilyenre számított? Tehát lehet ténylegesen dolgozni, vagy kirakat? Akkor kérdezem nyíltabban. Inkább úgy mondanám, hogy engem csak az a felállás érdekel, amikor lehet ténylegesen dolgozni a kirakat. Megoldásokból szerintem látunk eleget ma az országban. És lehet? Igen, igen, úgy érzékelem, hogy van rá mód. Na, akkor a második keretek megnyugodhatnak, van munka. Mitől ért a külpolitika az egy önkormányzati képviselő? Külpolitikai témában hívtuk, ezügyben írt egy jegyzetet is az egyik lapnak, és hát ezügyben szokott megszólalni. Igen, ugye én nem csak önkormányzati képviselői vagyok az Együttnek, hanem a külügyi szakpolitikusa és az elnökségnek a tagja, és előző életemben pedig részben az állami igazgatásban eltöltött évek során a kulturális tárcánál voltam nemzetközi főosztályvezető, illetve jelenleg is tanítok az ELTE társadalom tudományi karán, és uniós ismereteket, európai döntéshozatali mechanizmusokat oktatok. Na hát az európai döntéshozatali mechanizmusokról legutóbb Vona Gábor mondta a szombaton, hogyha ilyen agresszíven akarja az Európai Unió ránk betíteni az elképzelését, akkor el kell gondolkozni rajta, hogy kilépjünk ki az Európai Unióból. Van egyfajta ilyen agresszivitás az Európai Unió működésében, hogy csak az, amit én akarok? Ugye a görögöknél lehet ezt most mérni nagyjából, hogy mennyire hatékony. Nem, szerintem nincs ilyen, illetve ha ugye a görög választás nagyon sok mindent megváltoztatott szerintem Európában, és az egyik fontos jelzés például pont az volt, hogy nem csak egyfajta megoldási mechanizmus lehetséges az európai döntéshozatali fórumokon, hanem sokfajta országnak sokfajta érdeke lehet, és szerintem a görög választásnak az eredménye pont arra fogja ösztönözni Európát, hogy más megoldásokat is keresse, mint amelyek eddig működtek. Ha ilyen megértőek vagyunk a Szirizával, a görög gondolkodásmóddal, miért nem vagyunk a vele nem egyetértőek, ilyen megértőek Orbán Viktor mozgásával az Európai Unióban? Először válaszolnék arra, hogy szerintem az Együttnek például a megszólalásai Szirizával kapcsolatban nem voltak megértőek abból a szempontból, hogy mi feltettük azokat a jogos kérdéseket, a görög választási eredményeket, illetően, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy populista választási kampánnyal kell győzni, hanem talán ennél súlyosabb kérdésekre is válaszolni kell egy kampány során. De hogyha a kérdés második részére átmennék, a Orbán Viktornak a nemzetközi mozgásával kapcsolatban, akkor szerintem egyáltalán nem kell megértőnek lenni vele kapcsolatban, hiszen az elmúlt 5 év, amióta ő most újra miniszterelnök, az én véleményem szerint azt hozta Magyarország számára, hogy egy olyan országnak lehetünk most a polgárai, amelynek a nemzetközi mozgástere folyamatosan csökken, folyamatosan szűnnek meg olyan fórumok, ahol Magyarország korábban hallathatta a hangját, és amikor a Merkel látogatásról beszélünk, akkor látni kell azt, hogy ugye nyilvánvalóan a kormánypártnak az a célja, hogy a Merkel látogatást úgy hordozza körbe, mint egy győztes pajzsot, ami azt mutatja, hogy Magyarország ismét komilfó lett a nemzetközi közösségben. Én szerintem pedig a Merkel látogatás csak egy nagy összefüggésben lehet megvitatni, és abban látni kell azt is, hogy Magyarországnak égető szüksége van valóban egy ilyen látogatásra, de ez nem fedi el azt, hogy Magyarországnak nagyon súlyos konfliktusai vannak az Egyesült Államokkal, nem fedi el azt, hogy ezt a látogatást követően 2 hét múlva azt az orosz államfőt látjuk vendégül, aki gyakorlatilag nem teheti be a lápát uniós országokba, vagyis nem fedi el azt a nagyon szerencsétlen és nagyon rossz emlékeket idéző hintapolitikát, amit az Orbán kormány folytatni kíván, és ami az én véleményem szerint nem megoldása az ország problémáinak, hanem éppen, hogy kiélezi a feszültséget Magyarország és a többi európai ország között. Mondja Putyint, hogy nem teheti be a lábát Európa civilizált országaiba. Hát igen, de nem az a normális, hogy próbálunk szót érteni azokkal is, akikkel egyébként, hogy mondjam, igazából nem tennénk, hogy egy asztalhoz leülünk? Tehát ez azért egy másik játéktér, mint a békésen kvaterkázva, kit hívok meg az otthonomba című kérdéskör. Ráadásul Putyinnál azt feltételezzük, hogy még mindig rengeteg pénz van. Egyrészt a jelenlegi Oroszország és a most működő Putyin elnök nem az, aki mondjuk pár évvel ezelőtt volt. Most egy olyan Oroszországról beszélünk, ami hát durván felrúgta az európai státuszkót, annektált egy
a krími félszigetet, jelenleg is fegyveres konfliktus zajlik Kelet-Ukrajna területén sok-sok halálos áldozattal. Egy olyan Oroszországról beszélünk, ami a saját országán belül a szabadságjogokat hát elég érdekesen kezeli. Sok szempontból azt mondhatjuk egyébként, hogy Oroszország egy mintául szolgál a jelenlegi Orbán kabinetnek, hogy hogyan lehet például társadalmilag kényes kérdéseket kezelni. És ezért nem reagálta le mindazt, amit most felsorolt az Orbán kabinet, vagy Orbán Viktor személyesen, tehát ezért nem változtatta meg a Putyinhoz kapcsolódó viszonyát látványosan sem és valóságban sem, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen ez rendben van. Nem, én azt gondolom, hogy Orbán Viktor egy nagyon veszélyes külpolitikai játszmát játszik, amelynek az egyik része az, hogy folyamatosan ingázunk kelet és nyugat között, illetve a retorikájából azt láthatjuk, hogy egy nagyon erőteljes keleti nyitást élhet át a magyar társadalom, és nagyon fontos szerintem leszögezni, hogy ebben a keleti nyitásban a magyar társadalom nem érdekelt. A magyar társadalom minden bajával és nyűgével együtt szerintem egy alapvetően nyugati orientációjú társadalom, és szerintem az a fajta retorika, amit Oroszországgal kapcsolatban Orbán Viktor hosszabb ideje megenged már magának, az káros a magyar társadalomnak, káros az ország számára, és nincs is egyetértésben az ország. De ezért jön-e Merkel? Ezt most mindenki próbálja kitalálni, hogy voltak éppen miért jön Angela Merkel, Gulyás Gergely szerint azért, mert az elismerés Magyarország teljesítménye előtt. Mit gondol erről? Egyrészt nem szeretnék beállni a találgatóknak a sorába, hogy vajon miért jöhet Orbán Viktorhoz Angela Merkel. Ha normális országban élnénk, és rendezett nemzetközi kapcsolataink lennének, akkor természetes lenne, hogy gyakran jön hozzánk Angela Merkel, hiszen egy uniós tagországról beszélünk, és egy olyan országról, amelynek hagyományosan nagyon szoros kapcsolatai voltak Németországgal. Ráadásul ne felejtsük el azt sem, hogy ugye 25 éves évfordulója van a rendszerváltásnak Magyarországon, és illetve a berlini fal leomlásának, tehát alkalom bőven lenne arra, hogy jöjjön Angela Merkel. Ehhez képest mégis 2009 óta csak most jön. Szerintem inkább azzal kellene foglalkozni, hogy vajon miért van az, hogy azt mondhatnánk, hogy normális látogatást ennyire sok találgatás övez. És szerintem ez mutatja azt, hogy nincs rendben igazából Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszere, mert ha rendben lennének, akkor nem úgy beszélnénk erről a látogatásról, mint hogyha jönne egy, nem is tudom, egy jó tündér, aki minden bajunkat és gondunkat megoldja. Tegnap a tüntetők hosszan sorolták Angela Merkelnek címezve a mi bajainkat, vagy az általuk megfogalmazott problémákat. Ez például eljut Angela Merkel? Ez ugye van egy profi német külügy, és van egy profi német diplomácia Budapesten. Megtudja Angela Merkel, mielőtt ide érkezik, hogy mit mondtak tegnap este neki címezve? Biztos vagyok benne, hogy tud erről, és abban is biztos vagyok, ahogy ön is említette, hogy egy olyan karrierdiplomatákból álló nagykövetség működik itt Budapesten is, és a német külügy is szerintem nagyon sok olyan szakemberrel bír, aki tájékoztatja őt arról, hogy mi zajlik az országban, de azért az fontos leszögezni, hogy miközben fontos beszélni arról, hogy Magyarországon merre tartanak a politikai folyamatok, senki nem várhatja azt Angela Merkeltől, hogy megoldja a mi problémáinkat. Azokat a kérdéseket és azokat a feszítő ellentéteket, amelyeket minket, ellenzéki politikusokat is mozgatnak, azokat csak mi tudjuk megoldani. És nem is hiszek a csodavárásban, a csodának Magyarországban kell megtörténnie, Magyarországon kell felépülni egy olyan alternatívának, ami egy jobb lehetőséget biztosít Magyarország számára, egy jobb alternatívát, amire érdemes szavazni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, várom máskor is. Én is köszönöm.